Hét kulcs a jó hithez. A hét kulcs pedig a következő. Az első pont, vagy első kulcs. Hidd, hogy Isten szeret téged. Kettes kulcs. Tanuld meg azt látni, amit Isten lát. Hármas kulcs, fogadd el Isten teljes körű megbocsátását. Négyes, győzz az elmédért vívott harcban. Ötös pont, szabadulj meg az egoközpontúságtól, egoizmustól. Hatos, várjál jót rendíthetetlenül. Hetes, nyugodj meg a mennyei édesapa szeretetében. Ezek Joseph Prince, Higgy jól, hogy jól légy című könyvéből vannak. És annyi kommentet szeretnék fűzni hozzá, hogy nagyon fontos, hogyha abban meg vagyunk gyökerezve, vagy a mennyi apukánk mindenható, és ő szeret minket, és ő jót ad, mivel hogy szeret, jót készít, hiszen egy jó apa az jót készít, ahogy mondta, az mondja Jézus, hogy amit kérünk, azt megadja, az ő nevébe kérünk, az atya megadja, vagy azt is mondta, hogy ha tojást kérünk, akkor nem kapunk kígyót, és azt is mondta, hogy azért, hogy az örömünk teljes legyen. És azt is mondta, hogy ő nem azért, hogy elítélje minket, hanem megtartson. Ezért itt, hogy teljes körül megbocsájtást adta, hogy az ő sebeiben meggyógyultunk. Az ő bűnünk bocsánata, az benne van a vérében, az összes bűnünk meg lett bocsájtva az ő áldozat által. És ezért jót várunk, mert a hit az jót vár, mert a hit az a nem látott dolgokról való meggyőződés. És a hit az hallásból van, a hallás pedig Istennek a beszéde által, Krisztus kijelentése által szó szerint, és akkor nyugszunk meg a mennyei apa szeretetében. Mert azt mondja az ige, hogy a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyugszik, ami iszapot és sárthány ki. És a hívő pedig olyan, hogy legyőzi a világot. A hit nagyobb, mint a körülmények. A hit az nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra néz. A hit az azt jelenti, hogy meg vagyunk győződve a nem látott dolgokról és jó dolgokról. A pozitív bibliai hit az mindig jót vár, és van az, a negatív hit, az ördögi, az pedig rosszat vár, és itt jön be a félelem. De meg van írva, hogy nem a félelem szellemét vettük, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak szellemét. És nagyon fontos az is, hogy az elménkért vívott harcban az ige kardjába tudunk harcolni, hogy megvalljuk az igét. Hogyha be akar jönni félelem, megvalljuk, hogy nem a félelem szellemét vettük. Ha be akar jönni bűntudat, megvalljuk, hogy Krisztus, megvalljuk, hogy minden bűnöm meg van bocsájtva, Isten igazság vagyok Jézus Krisztusban. Ha be akar jönni az, hogy az ördög azt mondja, hogy Isten nem szeret minket, akkor meg kell vallani, hogy úgy szeretett Isten engem, hogy az egyszülött fiát adta, értem, és magunkra vonatkoztatjuk ezeket, az a megvallás, hogy nyugodtan vonatkoztassuk magunkra. Halleluja! És nagyon fontos, hogy a látásmódunk legyen, ami az ígéretekre néz, ami nem arra néz, ami a világban van, hanem azt mondja az ige, hogy az Úr azt készítette nekünk, amiket szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, mert Isten készített az őt szeretőknek. Halleluja! Amen.